Betartotta a sebességhatárt, nem ütközött másik autónak, mégis közlekedési bűncselekményért ítéltek el egy hivatásos sofőrt. Az ítélet szerint 7 kocsi tört össze miatta 2 éve az M3-ason. A jeges autópályán csúszott meg egy kis busszal, a mögötte jövő autósok a baleset elkerülése érdekében tett manőverek közben ütköztek. A kis busz vezetőjének bűne a relatív gyorshajtás, vagyis az, hogy nem az út és látásviszonyoknak megfelelő sebességgel vezetett. M3-as autópálya Borsod megyei szakasza Helyőkürtés Mezőcsát között. 2019. december 2-án itt történt egy tömegbaleset, majdnem tömegtragédia. Összesen 7 autó csattant akkor a strádán Budapest felé. Kész csoda, hogy csak, idézőjelben csak, egy kulcsont tört el, és valaki könnyebb sérüléseket szenvedett. A többiek sértetlenül szálltak ki a kocsiból. Volt-e valami, amit ki szeretett volna kerülni, vagy kellett-e valami miatt fékezni? A baleset okozója most vádlott. Túl gyorsan hajtott. Még úgy is, hogy messze lassabban, mint ahogy autópályán szabad. De ott, akkor, abban a helyzetben ez is sok volt. Relatív gyors hajtás. A jog így nevezi ezt a hibát. Jobban mondva bűnt, mert bűncselekmény, ha a tettes sérülést okoz a vétkes tempóval. Erre klasszikusan lehet használni azt a szót, hogy gumiszabály. Borbé Zoltán ügyvéd, közlekedési szakjogász a KRESZ 25. szakasz 1-es bekezdéséről beszél. Nagyon sötét, köd, amikor az 50 is sok, tehát a megengedett is sok, és körülbelül a féktávolságunkat látnunk kell. Ki mi alapján dönti el, hogy az egyébként nem tiltott sebesség mégis túl gyors? A válasz is eléggé gumiszerű. A bíró vagy szabálysértési előadó rendőr, ahogy mondani szokták, az eset összes körülményét figyelembe véve határoz. Ez a sofőr például bűnös. Elkövette a közúti baleset okozásának vétségét. Ezért őt a bíróság 240 napi tétel, 1500 forint egy napi tétel összegű, 360 ezer forint végösszegű pénzbüntetésre, valamint 1 év közúti járművezetéstől eltiltásra ítéli. A bíró nagyon röviden indokolni kezdi a döntését. Azt is ismerteti, hogy pontosan mi történt. 2019. december 2-án délután 5 óra körül akkor már sötét volt. Ködös idő nehezítette a látást. Az úttest pedig kifejezetten csúszott a jégfoltok miatt. A strádán 130 a megengedett maximális sebesség. A vádlott sofőrennél lassabban 100-zal hajtotta a Ford Transitjával, mikor megcsúszott, és már nem tudta megfogni a kisbuszt. A szalagkorlátnak csapódott 2-szer is. Mögötte haladt az a sofőr, aki súlyosan megsérült. Próbálta kikerülni a tranzitot, de ő is irányíthatatlanul sodródott neki szintén a szalagkorlátnak. Ezek után még sorban 5 másik jármű ütközött egymásnak. Maga a baleset az azért következett be, mert a vádlott megszegte a KRESZ azon rendelkezéseit, mely szerint a járművet a forgalmi, időjárási, látási viszonyoknak, útviszonyoknak megfelelően kell megválasztani. Út és látási viszonyoknak nem megfelelő sebesség. Ugye ezt viszonylag nehéz számszerűsíteni. Mit is jelent a megfelelő sebesség bizonyos helyzetekben? A tanpályán egy tapasztalt vezetés technikai tréner azt mutatja meg, hogy az autó hogyan viselkedik ugyanabban a kanyarban más-más útfelületen, más-más sebességnél. A száraz sávval kezdjük a demonstrációt. 40, de még 50-nél sincs semmi gond. Aztán ráfordulunk a jeges felületet jól imitáló csúszós műgyantára, ami ráadásul most tényleg le van fagyva. Gyakorlatilag dobva a vonóval leestünk a műgyantára. Tehát ez már ezzel a kb. 5-8 km/h többlettel a kísérlet már gyakorlatilag úgy végződött, hogy ha ez az utcán történik, vagy az út szélén, vagy bárhol máshol végződik, és ezt már az ember nem húzza meg törés nélkül. A szakember számolgatni kezd kicsit a belátható úttal, észleléssel, féktávolsággal. Egy átlagos ember reakció ideje 1 másodperc. Ez éjjel kivilágítatlan úton felmehet 1,5 másodpercre. Egy átlagos kocsi tompított fényszórója ideális esetben 35-40 méter. Közben másodpercenként 25 métert tesz meg az autó.
akkor ott tartunk, hogy az az előző 25 méter már 37,5 méter, és tulajdonképpen kiismerítettük a belátható útszakasznak a hosszát teljes mértékben. És ez még csak a reakcióidőt, és elkezdjük átemelni a lábunkat a gázpedálról a fékpedálra. És már el is fogyott a hely. A tapadás változása az egyik sarokpont, mondja a szakértő. Nem is kell hozzá tél, hogy értsük. Az autós elég, ha például vidéken normál tempóban haladva száraz napsütéses útról erdős részhez ér. És ott egy mikroklimatikus viszony találva, akár még nedves lehet, páralecsapódásos, faleveles, és ez így együtt képes jelentősen megváltoztatni az útnak a tapadását. Ugyanaz a sebesség ebben a megváltozott tapadású körülményben már sok. Ez is relatív gyors hajtás már, és a bíró el is ítéli ezért a vétkes sofőrt. 8 éve készültek ezek a képek. 2013 márciusának közepén. Az volt az a nemzeti ünnep, ami gyakorlatilag hókáoszba torkolt. Megszerte a FESZ 25. szak az első bekezdését. A szlovén főszereplő Siófok felé tartott, mikor belehajtott az ítéletidőbe. A látótávolság 50-100 méterre csökkent. Már előtte is történt egy tömeges baleset. 6 autó állt már ott, mikor 80-nal beléig csúszott a szlovén férfi kék kamionja. A kocsik ezután is csak jöttek és jöttek sorban. Az egyik kis autó két utasa, anya és lánya olyan súlyos sérüléseket szenvedett el, amiben mindketten belehaltak. Nem érzem felelősnek magam a balesetért. Ez volt a nagy kérdés, hogy ki a felelős. A védelem szerint nincs olyan. Az időjárás meg ugye nem lehet a vádlottak padjára ültetni. Én úgy hívnám, hogy ez egy viszmajor. A szlovén kamionos minden tőle telhetőt megtett. A férfi azt állítja, gond nélkül hajtott az M7-esen, mikor elhagyta az erdős területet, és egyszer csak belefutott egy hóködbe. Szinte nullára csökkent a látótávolság. Az út meg egyik méterről a másikra teljesen váratlanul jégpályává vált. Ő tette, amit ilyen vészhelyzetben kell, de ez is kevés volt. Végül az ügyészség is belátta, a szlovén kamionos ártatlan. Ezért még a jogerősítélet előtt ejtett minden várat ellene. A hatóság vagy a bíróság műszaki szakértő véleménye alapján dönt arról, hogy a sofőr viszonylag gyorsan hajtott, vagy nem. Ilyenkor a meteorológiai szolgálattól kikérik az adott helyszín adott időpontjának időjárási adatait. Fontos szempont például, hogy köd miatt mekkora volt a látótávolság. Megvizsgálják, hogy milyen volt az úttest állapota, ahogy a gumikét is. A féktávolság miatt számít az autó saját tömege, a plusz súly, esetleg rakomány, amit épp szállított akkor. Lehet ezt én egzott módon kiszámolni? Nem. Nem, bár azért azt kell, hogy mondjam, hogy bizonyos sebességhatároknál a műszaki szakértő el tudja azt mondani, hogy biztonsággal meg tudjon állni, tehát hogy a féktávolságának megfelelő sebességgel közlekedjen, az nominálisan mennyi. A bírói gyakorlatot eseti döntések alakítják. Viszont tényleg minden eset más és más. Így egységes ítélkezésről nehéz beszélni. De van egy nagyon rossz gyakorlat. Tehát mondok én is egy példát. Amikor valaki motorral, segédmotorral, kismotorral, kerékpárral megy, és az út kátyújába akkorát esik, hogy saját maga majdnem meghal, akkor van egy ilyen téves gyakorlat, hogy a rendőrség, vagy a szabálysértési hatóság a relatív gyors hajtás miatt megbírságolja a sérültet. Mondván, ha az útviszonyoknak megfelelően vezet, ami egyébként a kátyú, akkor nem esik el, nem sérül meg. Az útkezelő felelősségét a borsodi balesetben is vizsgálták a hatóságok. Felelősséget nem állapítottak meg, mivel a fényhidakon már a baleset előtt 3 órával elkezdték figyelmeztetni az autósokat a csúszás feszélyére, és arra, hogy hajtsanak lassabban. Ezen kívül minden speciális járművük a strádán dolgozott akkor. A baleset másik 6 résztvevője viszont szintén vétkes. Ahogy a kisbusz sofőrje, ők is relatíve gyorsan hajtottak, ám sérülést nem okoztak, ezért csak szabálysértést követtek el.